A Tartományi Építésügyi és Környezetvédelmi Titkárság egy Interreg IPA Magyarország-Szerbia pályázaton belül, melynek címe a Természetvédelme az invazív növényfajokkal szemben, előadást szervezett a mezőgazdasági termelőknek a Magyar Kanizsai Városházán. A tartományi titkárság részéről jelen voltak Nemanja Erceg segédtitkár és a projekt koordinátorok, valamint a magyarországi partner részéről a Kecskeméti Neumann János Egyetem dékánja, Palkovics András és munkatársai. Három fő kutatási téma van, az egyik az a magbank analízis, a másik az a invazív fajoknak a feltérképezése, a harmadik pedig a pollenmérés, és ezek elleni védekezéseket próbáljuk kialakítani külön háromféle módon, kaszálással, kémiai, illetve biokémiai módszerekkel. Mai nap során is, illetve az elmúlt tanácskozásoknak is az volt a fő célja, hogy ismertessük a projektben folyó szakmai munkát, amely több lépcsőből áll. Egyrészt áll egy pollenmonitorozásból, pollencsapdázásból, nézni, hogy a különböző invazív növényfajoknak a pollenkibocsátása mely időszakban a legintenzívebb. Miért fontos ez? Azért, mert úgy kell időzíteni a védekezést, hogy a virágzás előtt próbáljuk ezeket a gyomnövényeket kiirtani, például ilyen a parlagfű. Másrészt pedig a humán egészségügyi vonatkozásban a betegség kezelésére időben föl lehessen készülni. Nagyon fontos eleme ennek a projektnek, hogy természeti környezetből az invazív betolakodó növényfajokat, a parlagfüvet, a fehér akácot, a sejemkórót, a kanadai aranyveszőt és egyéb káros növényeket kiszorítsuk, azért, hogy a természetes növénytársulások növényfajait ne nyomja, illetve ne szorítsa ki az adott társulásból. Tehát ez a természetvédelmi aspektus a feladatnak. Ezért természetesen ezen növényfajok ellen védekezni kell. Védekezésnek három formája van, a klasszikus mechanikai, amikor kaszálással, tárcsázással történik. Ez nem elég hatékony, hiszen a parlagfű például nagyon jó sajadzó képességű. Ha visszavágunk egy parlagfűet, akár 10 sajnövény is fejlődhet belőle, és ráadásul a pollen kibocsátó pózós virágok aránya még nagyobb is ezekben a sarjakban. A második módszer a klasszikus herbicides kémiai védekezési módszer, és a harmadik, amire mi főhangsúlyt fektetünk, bioherbicidekkel történő védekezés, természetes növényi kivonatokat használunk, úgynevezett allelokemikáliákat a parlagfű elpusztítására, ami a környezetet kiméri, ugyanakkor a káros invazív növényfajokat visszaszorítja.